Nagyon igyekszem a védőoltásokról egyrészt egy általános előadást tartani, másrészt konkrétan egy védőoltásról beszélni. Hogy egy ilyen országban, ahol ilyen sikereket értek el a védőoltási fegyelem betartásába, és gyakorlatilag a nagy, súlyos, életet veszélyeztető járványok megszűntek, illetve bizonyos betegségeknél nagyon komolyan visszaszorultak, hogy mégis miért aktuális a védőoltásokról beszélni, ez valószínűleg ki fog derülni az előadásból. De egyébként meg pont ideális ez a február, mert ha csak az influenzára gondolunk, akkor ez épp elég ahhoz, hogy ne üljünk nyugodtan a babérjainkon, hogy minden problémát megoldottunk, minden fertőző betegséget megelőztünk, hiszen mindig van mit tenni, hiszen a 70-es években kialakult kitűnő védőoltási protokoll és a Magyarországon világszínvonalú módszertani útmutató által végzett korhoz kötött védőoltásoknak köszönheti, hogy a több száz év alatt nagy járványokat okozó fertőző gyerek, illetve felnőttekre is ráterjedő betegségek gyakorlatilag eltűntek hazánkból. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a kórokozók nincsenek közöttünk, ez azt jelenti, hogy megfelelő védőoltási megelőző módszerekkel, illetve a népesség több mint 95%-ának beoltásával a gyermekkori betegségek nem jelennek meg Magyarországon. Magyarországon a gyerekkorhoz kötött védőoltások beadási pontossága 99,8%, ez világviszonylatban is egyedülállónak mondható. Tehát, hogyha a korhoz kötött védőoltásoktól egy kicsit eltávolodunk, elmondhatjuk, hogy a másik típusa a védőoltásoknak a fertőző betegségek megelőzésére adott védőoltás, például vegyük influenza szezon előtt, több mint 1 millió oltást készít a magyar állam, hogy a veszélyeztetett korosztályt, a krónikus betegeket, az idős embereket és a gyerekeket is, hiszen az influenza járvány nagy részben a gyerekek által is terjed, egy olyan aktív immunizálásba részesítsen, hogy mire jön az influenza vírus, az általunk gondolt leggyakoribb vírus típusok immunválaszt kiváltó részéből beletesznek az oltásba, és kialakítsunk egy olyan védettséget, hogy mire jön a járvány, önök felkészültek legyenek, úgymond a szervezet úgy észleli, mintha már találkoztak volna vele. A helyzet nem ilyen egyszerű, biztos hallották a tévében, rádióban, nem olyan könnyű megjósolni a következő év járványának influenza vírusait, ha ez nem sikerül, nincsen hideg tél, akkor bizony ilyen nagy védőoltási aktivitás mellett is influenza járvány törhet ki Európába. Tehát beszéltem az aktív immunizálásról. Az oltások egy részében vagy élő, elgyengített kórokozó van, vagy pedig elpusztított kórokozó, vagy pedig a kórokozónak azon része, amelyik az immunválaszt kiváltja. Ezt beadjuk a szervezetbe, és az egészséges immunrendszer kifejleszt ellene egy olyan immunglobulin fajtát, ami a megbetegedéssel való találkozás esetén szinte ilyen védelemmel látja el az illetőt, vagy nem betegszik meg ezen betegségekbe, vagy pedig sokkal enyhébben alakul ki benne a betegség. Amennyiben nincs időnk aktív immunizálásra, vagy az illető holnap után külföldre utazik, vagy ellenjavalt az aktív immunizálásra szolgáló anyag beadása, akkor passzív immunizálás történik, tehát ezen védő anyagokat kapja meg az illető oltás formájába. Természetesen ezek olyan anyagok, amiknek a hatása sokkal rövidebb idejű, tehát eltűnik a szervezetből a védettség, mint azon oltásoké, amikor az önök szervezetébe bekerült.
részecske, ami kiváltja a választ, akár egész életre szóló immunmemóriát fejleszt ki. Ha visszanézünk a történelembe, hogy az oltásoknak milyen múltja van, elég döbbenetes adatokat olvashatunk, hiszen Indiában vagy Kínában, nem tudják pontosan, már időszámításunk előtt, 2000. évben készítettek oltást. Kerestek olyan pácienseket, akik túlélték a fekete himlő betegséget, és az ő himlő hólyag beszáradt váladékukból az egészséges embereket megkenték, gondolván, hogyha az illető túlélte a fekete himlőt, akkor ez nem egy erős fertőzés, és ebből a porból, vagy ebből a kenetből próbálták az aktív immunitást kialakítani. Eltelt elég hosszú idő, míg nem az 1700-as évek elején állítólag a törökök is kipróbálták ezt a módszert, és az 1770-es éveket követően Angliában terjedt el ez a metódus, méghozzá a tehén himlő járvánnyal kapcsolatban. Az ötlet egyébként kitűnő, tehát gyakorlatilag oda jutottunk konkrétan a fekete himlővel kapcsolatba, hogy kihalt a világon, csak a biológiai laborokban van fekete himlő vírus, ezért megszüntették az emberek állam által szervezett fekete himlővel való aktív immunizálását. Még egy betegség tűnt el Európából, a gyermekbénulás. Olyan nyugodtak nem lehetünk, mert ezen háborús helyzetben rendkívül nagy a veszély arra, hogy a szírválság miatt a menekültekben lévő vad vírusok Európában gyerekbénulás járványt váltsanak ki. Miért érdemes erről beszélni egy nyugdíjasok akadémiáján is? Ugye az önrendelkedés vagy a demokrácia jegyében modern szülők egy része nem engedi meg se a kötelező, se a szabadon választott oltások beadását. Tudni kell róla, hogyha egy népesség 95%-a be van oltva, akkor nyáj immunitás alakul ki. A nyáj immunitásnak az a lényege, hogy az az 5%, aki nem engedte meg az oltást, hogy nincs beoltva, védett, mert 95%-os átoltottságnál nem jelenik meg a járvány. Mi van ehhez képest? Ausztriába, Franciaországba, Berlinbe kanyaró járvány van, hiszen a bevándorlók, illetve a nem beleegyező szülők gyerekeinél megjelent az a kanyaró betegség, ami ugye akár halálos is lehet. Majd még az oltás ellenességről beszélek, és akkor elmondanék egy olyan történetet, ami tulajdonképpen a biotechnológiának a csodája, hogy hogyan halad a kutatás olyan irányba, hogy a leginkább specifikusan alakítjuk ki önökbe az aktív immunitást, a legmodernebb szereket fejlesztik ki a gyógyszeripar azért, hogy az oltásoknak mellékhatása ne legyen, a hatása pedig ne pár évre szóljon, hanem ideális esetben egész életre tartó immunmemória alakuljon ki. Az immunrendszer egy rendkívül bonyolult rendszer, gyakorlatilag minden pillanatban óriási harc folyik a bennünk, rajtunk és körülöttünk élő kórokozókkal, illetve daganatsejtekkel, és az egészséges immunrendszer ezeket felismeri, megfogja, bekebelezi, meggyilkolja és eltünteti. Tulajdonképpen ezzel az oltással kialakított immunmemóriával egy olyat alakítunk ki az illetőbe, mintha az adott kórokozónak a leggyakoribb típusával találkozott volna, kialakulnak azok a fehérjék, amik, ahogy megérkezik a kórokozó, azonnal elkezdik a betegség megelőzését. Konkrétan milyen betegségről is van szó. Tehát a légúti kórokozók leggyakoribb fajtája a Streptococcus pneumoniae nevezetű baktérium.
gyakorlatilag a felső légúti hurutok, illetve a tüdőgyulladások közel 50%-áért felelős, emellett még más súlyos betegségeket is okozhat. Mi is a kórokozóval azon kívül az óriási nagy probléma, hogy ilyen gyakran szerepel a betegségek okaként. Másik probléma, hogy az antibiotikumok elterjedt használata következtében ez a Streptococcus pneumoniae nem reagál a penicillin készítményekre. Amennyiben nekünk a terápiás protokoll szerint egy felső légúti hurutnál vagy tüdőgyulladásnál önöknek egy továbbfejlesztett penicillin származékot kell adni, mert mi ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen kórokozóról van szó, akkor adott esetben ennél a kórokozónál, illetve azoknál a rokonainál, akik ezt a technikát kialakították, antibiotikum érzéketlenség alakul ki, tehát önök szedik az antibiotikumot, a baktérium pedig szaporodik teljesen zavartalanul tovább. Sajnos Magyarország és Spanyolország vezet világviszonylatba is az antibiotikum rezisztenciában, tehát ezért is nagyon fontos, hogy mindenki elgondolkodjon a hallottakon, és megpróbálja a védőoltásokról kialakított véleményét kicsit objektívvá tenni a szerzett tudás alapján. Na most a gyermekeknél a pneumokokkusz védelmet a magyar állam megoldja. Először javasolt volt, utána bekerült a protokollba, most pedig bekerült a védőoltási sémába. 2 éve alatti gyermekeket a magyar állam hivatalból térítésmentesen oltja. És akkor most beszélnénk a felnőttek pneumokokkusz okozta betegségéről. Tehát van egy korspecifikus megoszlás a betegségben, 5 év alatt okozhat nagyon súlyos problémákat, életveszélyes fertőzéseket, illetve 50 év felett. 2 ország Európában ezt az 50 évet 60, illetve 65 évnek gondolja, de többek között Magyarországon is azt gondoljuk, hogy 50 év feletti felnőttek veszélyeztetettek többek közt erre a fertőzésre, ha nincs semmi bajuk. És akkor emellett ugye minden krónikus betegségben szenvedő rendkívül veszélyeztetett többek között bakteriális fertőzésekre is. A következő problémánk, hogy benne él az orgaratba számos baktérium, gomba, akár vírus is, ami egyes emberekben semmiféle betegséget nem okoz, még csak panaszt sem okoz, csak velünk élnek ezek a kórokozók, ezt hívjuk tünetmentes kórokozó hordozásnak. Miért probléma ez? Ugye, mert bizonyos helyzetekben, ha az illetőnek az immunrendszere meggyengül, akkor ezek a tünetmentes kórokozók lábra kaphatnak, illetve ezen tünetmentes kórokozók más embereknek betegséget adhatnak át cseppfertőzéssel, vagy készfogás által, vagy ahogy ezek a légúti kórokozók terjednek. Most a betegségeknek különböző foka van, lehet enyhe, középsúlyos és súlyos. Ha felső légúti fertőzéseket nézzük, konkrétan beszélhetünk a náthárról. A nátha az enyhe betegségek közé van sorolva, de ha valakinek volt náthája, akkor nagyon jól tudja, hogy azért a nátha is nagyon kellemetlen betegség. Főleg ha azt nézem, hogy orrmelléküreggyulladást, arcüreggyulladást okozhat, illetve középfülgyulladást okozhat, amiből tényleg életveszélyes szövődmények alakulhatnak ki. Hordozásról beszéltem, és akkor itt vannak a súlyos fertőzések, a tüdőgyulladás, a véráramba kerül szepszist okozhat, azt úgy is hívjuk, hogy vérmérgezés, illetve az orrgaratba ilyen pici nyílások mentén felkerülhet a koponyaüregbe, és gennyes agyhártyagyulladást okozhat. Tehát ezek nagyon súlyos dolgok, az nem baj, hogy mi minden nap nem találkozunk ezzel, mert nem kell minden betegnek követni a szakirodalmat, de azért a területen szerzett tüdőgyulladások, fertőzéseknek 50%-a ilyen jellegű,
és akkor ugye mindenki tudja, hogy kórházba kerülni, az megint egy nagyon rizikófaktor, mert a kórházba meg másfajta kórokozók laknak. Tehát jobb minden területen meggyógyítani, illetve a megelőzés egy rendkívül fontos dolog, ha van rá védőoltás. Ugye most is köhög, tüsszög a hallgatóság, de ha nem köhög, nem tüsszög, megfogjuk a kilincset, és azon is élnek kórokozók, elmegyünk az orvosi rendelőbe. Tehát mindenhol találkozhatunk, többek között ezzel a kórokozóval is. Mi történik? Ugye azt mondtam, hogy más szemétbe átkerül, enyhe, illetve súlyos betegségeket okozhat. Hogy miért is van ez a két életkor javasoltnak? Lesz róla egy grafikon, majd mindjárt tovább lépek. Tehát 2 éves kor alatt csúcsosodnak ezek a fertőzések, és 50 éves kor fölött. Ha megnézzük, hogy azt mondjuk, hogy az illető nem beteg, de lehet neki az életmódjából adódó veszélyeztetése. Tehát ugye mind a dohányzás egy komoly szenvedélybetegség, mind pedig az alkoholfogyasztás, ami kihatnak a légúti védekezésre, és ez is egy hajlamosító tényező. Passzív dohányzás ellen nagyon komoly harc volt Magyarországon, és kitűnő eredmények születtek, tehát a passzív dohányzás nagy része elkerülhető, mert törvényileg szabályozták. És elég szép, az emberek egy jó része leszokott a dohányzásról, de nem lehet olyan könnyen hozzáférni a cigarettához. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, de még mindig van mit tenni, és hát az alkoholizmusban elég élén állunk. Tőlünk azért keletebbre vannak, akik jobban vezetik ezt a rangsort, de az elmondható, hogy a statisztikák alapján minden magyar állampolgár közel 17 liter 100%-os alkoholt fogyaszt el évente. Na most el lehet gondolkozni rajta, hogy ha mi nem fogyasztunk alkoholt, akkor a többiek mennyi alkoholt fogyaszthatnak, ugye az közel 40 liter viszkit jelent. Tehát biztos, hogy nagyon komoly alkoholfogyasztással kell számolnunk egészségkárosítás szempontjából, hiszen nem az az alkoholista, aki részeg, hanem az az alkoholista, aki nő létére 40 g alkoholt, férfi létére 60 g alkoholt fogyaszt naponta rendszeresen. Tehát ez is nagyon hajlamosít fertőző betegségekre. Mik azok a krónikus betegségek, ahol kortól függetlenül javasolt egy kiemelt védőoltási fegyelem, nem csak influenzaoltás, hanem az egyéb a krónikus betegséghez társuló fertőzések elleni védőoltások szempontjából. Ugye, szívbetegségekben nagyon rossz a statisztika, Magyarországon nagyon sok a koszorúér beteg és a keringési elégtelenséggel küszködő beteg, krónikus tüdőbetegségben szenvednek, nem csak a dohányosok, hanem az asztmások is, és akiknek a foglalkozásukból adódóan történt légúti károsodásuk. Illetve hát a környezet szennyezése használ a légutaknak. Májbetegségről beszéltem az alkoholizmus kapcsán, de más betegségek is, amik májbetegséget okoznak, immungyengeséggel járnak, és a krónikus vesebetegségek esetén is nagyon nagy az esély súlyos fertőzésekre. És hogy miért is vagyok én itt, ugye? A cukorbetegség a szerzett immunhiány modellje. Tehát a cukorbetegekben, ha nincsenek normoglikémián, mondjuk vegyük azt, hogy névnapot ünnepelnek, vagy születésnapot, fölmegy a cukruk, az immunrendszer a magas cukortól legyengül, lebénulnak ebbe a harcba résztvevő sejtek, és úgy terjed a cukorbetegekbe a fertőzés, mint a tűz, tehát nagyon komoly szerzett immunhiánynak számít a rosszul gondozott cukorbeteg. Lépbetegségek esetén, illetve lép elvesztése mondjuk baleset következtében, vagy műtét következtében, halálos streptokokkusz fertőzés léphet fel, tehát gyakorlatilag
életmentő lehet ezen embereknél az oltás beadása, az újfajta oltást életünkbe csak egyszer kell megkapni. Daganatos betegségek szintén szerzett immunhiánnyal járnak, illetve olyan gyógyszereket adunk, amik gyengítik adott esetben az immunrendszert. Szervtranszplantációban is ez a helyzet, hiszen ezzel akadályozzuk meg a beültetett szervnek a kilöködését. És akkor itt beszélnék az AIDS betegségről, illetve a HIV pozitivitásról, ami azért a környező országokban, illetve Afrikába, Amerikába lényegesen nagyobb problémának tűnik, mint nálunk. Na most nézzük azt, hogy mi orvosok a gyógyító tevékenységünkkel milyen olyan szereket adhatunk a betegeknek, amik az immunrendszer működését befolyásolják, illetve gyengítik. Sajnos nem egy olyan terápia van, ami egy kompromisszum, például a szteroidterápia. Szteroidterápia nélkül egyes betegségek nem gyógyulnak meg, viszont a fertőzések esélye megnő, többek között azért is, mert a cukorbetegség esélye megnő. De ha a haszon nagyobb, mint a kockázat, akkor ezt fel kell vállaljuk. És akkor elérkeztünk az 50 év feletti életkorba, ami ugye gyakorlatilag az immunrendszer öregedése miatt egy ilyen folyamatosan csökkenő védekezési lehetőséget, egy ilyen készenlétbeállást jelent. Tehát mindenféleképpen arra kell számolni, hogy mint minden az emberben öregszik, így a védekező szervrendszer tagjai is csökkenő funkcióval bírnak. És akkor itt van az a kor megoszlás, amiről beszéltem. Tehát ha megnézzük, hogy az 5 év alatti korosztályban és az 50 év feletti korosztályban nagy a veszély a Streptococcus pneumoniae fertőzése, akkor itt, hogyha az illetőnek nincsen krónikus betegsége, illetve nem lakik kollégiumban, el lehet gondolkodni rajta, hogy esetleg ne oltsunk. A kollégium és a szociális otthon egy közti veszélyeztetettséget jelent a saját lakás és a kórház között. Tehát a kollégiumokban, például Angliában, olyan fegyelem van, hogy addig nem veszik fel az illetőt, amíg bizonyos kötelező oltásokat nem kap meg, mert a kollégiumokban a gyermekünknek egy fokozott veszélye lehet 20 évesen is, például Streptococcus pneumoniae fertőzésre. Tehát itt vagyunk mi, ugye 50 év felettiek, és akkor el kell gondolkodnunk rajta, ugye, hogy megelőzzük ezt a megbetegedést. Az összes tüdődújadás esélyét nem fogjuk megelőzni, mert még számos baktérium marad, ami ellen az oltás nem vitt. De van egy ilyen közel 50%-os esélyünk rá, illetve 100%-os, hogyha ezzel a kórokozóval találkozunk, ami 50%-át okozza a betegségeknek, a tüdőgyulladásnak, hogy védettek legyünk. A gyermekeknél bizonyított, el lehet képzelni, hogyha egy egész ország kisdedeit oltják, hogy akkor azért az egy biztonságos és kivizsgált, bevizsgált oltás lehet. És ez alapján kiterjesztették 18 év felettieknek, illetve a javaslat szerint 50 év felett elkezdtük a lakosságot, illetve a betegeinket oltani. Ez egy önkéntes oltás, nincsen köze az influenza járványhoz olyan értelemben, nem kell az influenza oltáshoz kötni, bármikor lehet kérni a Streptococcus pneumoniae elleni védőoltást. Egyrészt van egy olyan gondolkodás, hogy nekem soha nem volt semmi bajom, hát miért is lenne bajom, de azért önök vigyáznak az unokákra, és annál nagyobb fertőző góc, mint egy köhögő, tüsszögő kisgyerek, annál nagyobb veszélyeztetettség csak akkor, ha van, ha valaki fülorgégészként dolgozik. És ugye a kisgyermek nem kerül kórházba, vagy nem lesz 2 hétig ágyba fekvő beteg, viszont a nagyszülők
rendkívül módon veszélyeztetettek az előbb elmondottak miatt. Mindig meg kell gondolni, hogy az adott döntésnek nagyobb-e a haszna, mint a kára. Na most az oltás ellenesek elég szubjektív és statisztikailag támadható módszerekkel támadják a mi érveinket az oltások ellen. De hát mindenkinek egy élete van, ugye? És azért az elmúlt évek azt igazolták, hogy rendkívül komoly mellékhatás felügyeleti figyelem van minden új gyógyszernél, jelentési kötelezettség van, és konkrétan a védőoltások kapcsán minden mellékhatást kötelező végigvizsgálnia az illető gyártónak, illetve a hatóságnak. Különösebb mellékhatások nincsenek, esetleg a szokásos fájdalom, mint a féle injekciónál, vagy bőrpír, vagy duzzanat, lázas még nem lett egy betegem se, még hőemelkedésük se lett. Úgyhogy ezeket kell elgondolni, hogyha az önök házi orvos, akiknek szintén feladatuk ennek a védőoltásnak a beadása, felajánlja ezt az oltást, meg kell gondolni, bármikor lehet dönteni, hogy kéri, nem kéri, tehát gyakorlatilag független az életkortól. Itt azért hoztam nagyon érdekes dolgokat, hogy mivel érvelnek azok, akik lebeszélik a világot az oltásokról. Tehát ugye azt gondolja a laikus, hogy meg van vezetve, mert ha két dolog egyszerre történik meg, tehát hogyha valaki az oltás után beteg lesz, hogy az egyértelműen az oltásnak köszönhető. Tehát ez biztos, hogy nem így van, csak vannak ilyen egybeesések, amikor beleoltunk, mint mondtam, lappangási időszakba, és akkor gyakorlatilag az interneten blogolnak az emberek, meg a Facebookon, és rendkívül sok kárt tesznek a mi megelőzési szemléletünket, teljesen tönkre teszik és megzavarják az embereket. Tehát nagyon nagy különbség van a között, hogy utána történik valami egybeeséssel, hogy van-e összefüggés a két esemény között. És hát olyan anekdotikus közlések is történtek világhírű lapokba, hogy vissza kellett vonják ezek a színvonalas újságok a több bizottság által kiadott cikkeket a védőoltások ellen, mert kiderült, hogy egyes tudományos vélemények teljes mértékben szembe mentek azokkal a vizsgálati módszerekkel, amik alapján mi eredményeket közlünk. Tehát ez egy nagyon komoly területe az orvostudománynak, folyamatosan fejlődő területe, és ennek a fejlődésnek tudható be az, hogy azért Magyarországon a helyzet egész kiválónak mondható. A régi típusú oltásnál nem volt immunmemória, az azt jelenti, hogy nem alakultak ki olyan emlékező sejtek, amik egész életünkbe védtek volna. Na most a skarlát az azért érdekes, mert van ez a különleges toxinja, tehát konkrétan meg tudjuk mondani, hogy ez a Streptococcus beta hemolyticus, mert a gyereknek itt az arca körül sápadt, a nyelve málna nyelv, és olyan jellegzetes az egész betegség. Na de ez is egy baktérium. Hát ez ellen nincs védőoltás. A mandula kivételeket rendkívül szűkítette a szakma. Tehát gyakorlatilag a legújabb előírat szerint csak hatalmas, életet veszélyeztető tájog esetén kell kivenni a garatmandulákat. Az ormandulák az más kérdés. Tehát gyakorlatilag az óvónőktől kezdve mindenki veszélyeztetett rá. Elutaznak önök Törökországba nyaralni, elmennek a házi orvoshoz. Mit mond a házi orvos? Toltsuk be már önöket hepatitis A-ra meg B-re, mert ugye az önök korosztálya nincs beoltva. Egyrészt kétszer kell oltani,
másrészt pedig le kell dokumentálni, hogy mikor kapta, mit kapott, és mikor kell a következőt kapni. Influenzaoltást is ugye dokumentáljuk. Amennyiben Afrikába készül valaki, vagy Ázsiába, vagy olyan foglalkozása van, ott is vannak foglalkozáshoz, utazáshoz kötött oltások, tehát ezeket mind mérlegeljük a hasznot és a kockázatot. Nyilvánvaló, hogyha a kockázat magas, akkor vagy nem utazik el az illető oda, ugye? Vagy pedig elmegy passzív immunilezálással, tehát adunk neki ellenanyagot, ha tudunk. Vagy nincs időnk. Megharapta a veszett róka, és 3 hét múlva jön orvoshoz. Nekünk akkor már nincs elég időnk a veszettségtől megvédeni, mert ahhoz kell idő, hogy az aktív immunizálás kialakuljon, akkor ugye megváltoztatjuk a technikánkat, vagy stratégiánkat, mert a veszettség gyógyíthatatlan betegség, abban meg szoktak halni. Ugye? Tehát ilyen rókák, akik ott sétálgatnak nálunk a Blahán, tehát el kell kerülni, mert nem szabad fogdosni ezeket az állatokat. Sajnos újra megjelent a veszettség a Pest megye dél-keleti csücskénél és a szomszédos megyéknél, holott szisztematikusan az állatokat is oltják ilyen repülős módszerrel. Na most, ami még nagyon fontos, a jó hangulat. Tehát akinek kiegyensúlyozott lelki világa van, nem depressziós, az egy olyan immunvédelmet hoz, hogy ezek a sejtek, akik részt vennek, mondjuk, hogy élőlények, akik részt vesznek a kórokozók felismerésébe, megfogásába, meggyilkolják, bekebelezik, és ugye vannak ezek az immunglobulinok, amik ugye szintén részt vesznek nem sejtes formában be, ezek a sejtek teljesen elvesztik a funkciójukat depresszió esetén. Tehát az, hogy a fél ország depressziós, ez nagyon nagy probléma, vagy mondjuk az egynegyed, mert akkor nagyon komoly fertőzés hajlama van, illetve fölmegy a vérnyomásuk, fölmegy a cukruk, tehát hogy ki hogy nyeri vissza, vagy tartja meg a lelki békéjét, azt mindenki maga tudja, de ha nincs meg a lelki békénk, akkor elkaphatunk, egyik betegségből esünk a másikba. Ami nem gyógyszer, annak a kivizsgálása, hogy bekerülhet a forgalomba mondjuk a fokhagyma kapszula, arra terjed ki, hogy nem mérgező gyakorlatilag, de egész más szabványok vannak az étrendkiegészítőkre, mint a gyógyszerekre. Na most a fokhagymák nagy része Kínából érkezik, tehát én meg nem tudom mondani, hogy a kínai fokhagymába gyakorlatilag a vegyszereken kívül vagy. Tehát nem tudjuk, hogy nem tudunk egy hangulatjavító teakészítményt, amit önök főznek otthon, állandó koncentrációra beállítani. Akkor hogy írjam föl, mondjuk még fényérzékenyét is, tehát olyan bőrgyulladást lehet kapni tőle, hogy nem lehet kimenni a napra, tehát nyáron nem lehet hangulatjavító teát inni. És a gyógynövényekben, ha van hatóanyag, ugye azok a drogok, akkor interakcióba lépnek a mi általunk adott gyógyszerekkel. Tehát az orvos által adott gyógyszereknek a hatását vagy megemelik a hatóanyag tartalmú szerek, vagy lecsökkentik. És olyan súlyos májkárosodást, vesekárosodást okozhatnak, hogy mindig kérdezgetjük, hogy fogyaszt-e a beteg gyógynövényt. Tehát ez egy nagyon, hát hogy mondjam, nagyon nehéz terület számomra, mert nagyon sok rossz mellékhatást láttunk azokból a termékekből, amit recept nélkül meg lehet szabadon venni bárhonnan, a világról interneten lehet rendelni olyan növényi készítményeket, amiről még életünkben nem hallottunk. Na most azt tudni kell, hogy a magyar talaj az rendkívül módon elszegényedett,
Tehát, hogy a nyomelemek hogy mennek bele a növényekbe, meg a vitaminok, ez nagyon kérdéses, hogy ne beszéljünk a vegyszerekről, ugye? De nem tudok olyat mondani, ami tuti, biztos. Tehát a vegyes táplálkozás talán az, ami mindenféle szélsőséget kerül, tehát nem vegetáriánus, nem Atkins diéta, hanem mindenből leszünk keveset, egyre kevesebbet ugye, ahogy öregszünk, talán az védhet meg attól, hogy a szélsőségekkel valami táplálkozási betegséget vagy hiánybetegséget összeszedjünk, vagy ne adj Isten a csomagoló anyagban lévő anyagokat vagy vegyszereket nagy mennyiségbe fogyasszuk. De ezt senki nem tudja megmondani, hogy hogy kell étkezni ahhoz, hogy ne legyen beteg. Soha. Amennyiben úgy általában a védőoltásokról beszélünk, vannak olyan speciális esetek, amikor nem szabad oltani, vagy nem érdemes. Amennyiben valaki lázas, terhes, valamilyen immunhiányos betegsége van, szteroid terápiát szed, akkor egyrészt nem szabad, másrészt immunszupresszív terápiánál nem alakul ki a védettség, akkor meg kell várjuk azt az időszakot, amikor az optimális idő van, egészséges beteg embereket oltunk. Tehát meg kell mindenkinél egyénileg bírálni, hogy aznap, mikor odahozza az oltást, beoltható-e vagy nem, vagy egyáltalán érdemes neki megvenni vagy nem. Tehát nem lehet az egész lakosságot beoltani mindenre, mert nem vagyunk egyformák. Fekete himlőre se oltották be az ekcémásokat. Visszatérve a gyerekbénulásra, Magyarország, illetve az egész világ megváltoztatta az oltási sémát. Ugye még annó csak az a gyermek mehetett közösségbe, aki megkapta a szabéncseppeket. Miért? Mert a gyerekbénulás vírusa a bélrendszerbe szaporodó vírus, és a szabéncseppbe élő, elgyengített kórokozók vannak. És akkor kialakult az oltási gyerekbénulás, ami konkrétan annak a szülőnek egy sorscsapás, hogy a védőoltástól adott esetben gyerekbénulást kap a gyermeke, de az össz társadalmi népegészségügyi szempontból mindenki nagyon sokat nyert vele. Megváltozott a technika, először adunk egy olyan vakcinát, amivel kialakítjuk azt az immunitást, hogy az élő elgyengített kórokozó ne okozzon oltási poliomielitiszt. Kiszedték a higany, mint konzerválószert az oltásokból, ugyanis a higany is rendkívül komoly vád alá került. Az oltás, tehát a kanyaró mumps rubeola oltás, autizmust okozó mellékhatásával kapcsolatban, ami nem igazolódott, de ezek a dolgok azért jók, ezek a gondolatok, mert mindig előre visznek, és ha megváltozik egy oltás összetétele, akkor egyre kevesebb mellékhatás alakul ki. Vagy nincs is úgy mellékhatása, hogy ez ellenjavalná az oltást. Na most egyes vallási közösségek megölik a vörös keresztes alkalmazottakat, és nem engedenek oltani például gyerekbénulás ellen, holott ingyen kapnák bizonyos országokban, háborús területeken ezek a gyermekek a gyermekbénulás oltást. Tehát a szemlélet máshol is problémás. Máshol is. Meg hát ugye a demokrácia jegyében nem mindenhol oltanak olyan szisztematikusan, mint Magyarországon.